már így is épp eléggé le van terhelve az egyiptomi állam, meg az egyiptomi gazdaság, és attól tartanak, hogy a gázai terrorizmus egy ilyen serkentő, pestítőként, ilyen tonikként hatna a saját terroristaikra a sínai félszigeten. Tehát Egyiptom nagyon nem akar beengedni gázai lakosokat Egyiptomba, a gázaiak egy jelentős része szeretne kimenni, Izrael is szeretni, hogyha átmennének Egyiptomba, és avval tisztában kell lenni, és ez itt az utolsó gondolat, hogyha a gázai lakosság egy része áttelepülne mondjuk úgy Egyiptomba, egy iszonyatos hosszú távú problémát kreálna úgy Egyiptom, mint Izrael számára, és háborúba sodorhatna egymással a két országot. Ez egy történelmi mintázat, megtörtént a múltban, és megtörténhet a jövőben is. Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Tűzvonalban állandó vendégünk Robert C. Castell, biztonságpolitikai szakértő, a Neokon főmunkatársa. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, egy napsütéses Jeruzsálemből! Na, hogy milyen is az a napsütés Jeruzsálemben, arról szeretném majd kérdezni, hogy egy picit halljunk arról is, hogy milyenek most Izraelben a hétköznapok, de még mielőtt erre rátérnénk, ugye a legutóbbi adásunk óta eltelt egy hét folyamán bevonult az izraeli hadsereg a gázai övezet északi részére, tehát ez a szárazföldi offenzívának hívott esemény sorozat végül is elkezdődött, amelyről itt az elmúlt héten még beszéltünk, hogy még várakozás van erre. Mik az eredményei ennek a bevonulásnak, hogy látja most ezt? Elég kevés hírt lehetett a konkrét cselekményekről olvasni, nyilván ennek megvan a maga logikája is, de mit tud elmondani ön ezekről a cselekményekről, eseményekről? Én azt hiszem, hogy ami publikus, az publikus. A katonai szóvívőnk az minden nap kétszer is, egyszer délelőtt és egyszer pedig este felé tart egy eligazítást a médiának, és elmagyarázza, hogy mi történt az utóbbi 12 órában, az utóbbi fél napban mondjuk úgy. És amit láttunk, azt láttunk három összfegyvernemi éknek a behatolását a gázai övezetbe, miután több héten át volt egy tüzérségi meg légi előkészítése ennek a szárazföldi hadműveletnek. Ez a három ég behatolt, az egyik a tengerparti út mentén, az ősi tengerparti út mentén, a másik a két észak-gázai nagyváros irányába, Beit Lahia és Beit Hanun irányába, és a harmadik pedig délen, a jóval délebre a Gáza folyó, vagy Nahal Bsora, hogy héberül mondják, a Gáza folyó melletti úton haladt nyugat felé, hogy kettévágja a gázai övezetet, és vannak olyan arab források, amik azt mondják, hogy a gázai övezet kettévágása már be is következett, és most amit látunk, az a közeledés a Gáza város bekerítéséhez. Úgy kell elképzelni, hogy ebben a térségben, amiről beszélünk, a gázai övezet északi részében van három város, két kisebb, ez Beit Lahia és Beit Hanun, és tőle délre van a gázai agglomeráció. Körülötte több települése, Jebalia és más kisvárosok, negyedek, menekülttáborok, ami körülveszik Gáza városát. Az izraeli hadsereg már benyomult a mezőgazdasági területekről, a nyílt telepről mondjuk úgy, benyomult a városoknak, ezeknek a városoknak az elővárosaiba, áttörte a Hamasznak a Szúró Viking vonalát áttörték, sikerült elfoglalni egy Gázától északra egy igen jelentős erődítményét a Hamasznak, aminek a legnagyobb része a föld alatt van, de vannak földfeletti létesítményei is, és itt tartunk a jelen pillanatban. A gázai övezet déli részében, abban a humanitárius övezetben, amit Izrael javaslatára kialakult ott, és ahova vizet, meg más humanitárius segítséget küld úgy Izrael, mint a nemzetközi közösség Egyiptom segítségével. Ott van most 800 ezer evakuált gázai, akik várják a harcok véget, hogy visszatérjenek a házaikba. Tehát ez az, amit Gázán belül látunk. Gázán kívül látjuk azt, hogy Egyiptom harckocsikkal lezárta a határát, hogy megakadályozza azt, hogy a gázai lakosság, mint 2014-ben, azt hiszem akkor történnek, áttörje a gázai határt, és elárassza Egyiptomot, a sínai félszigetet, tehát ott harckocsikkal és más csapatokkal le van zárva az egyiptomi határ, és
Látjuk még továbbá a nagyon komoly erőfeszítést a humanitárius téren. Egyre több teherautó érkezik Gázába, hogy humanitárius segítséget szállítson a lakosságnak, és azt hiszem, hogy Izraelben tudatosult, hogy az a kezdeti terv, hogy nyomást gyakorolnak Gázára, avval is, hogy elvágják a víztől, villanytól, internetről, stb. Ez nem feltétlenül Izraelnek az érdekét szolgálja, mert így könnyebben kialakulhat egy humanitárius válság. Tehát a cél az, hogy minél jobban elválasztani a civil lakosságot a terroristáktól, és minél inkább megkönnyíteni a civil lakosság életét, és minél jobban megnehezíteni a terroristáknak az életét, pontosabban azt, ami maradt belőle. És még egy utolsó gondolat itt, olyan kétségbeesett lépéseket látunk, hogy ez a Hamas erődnek az elfoglalása során, amiről beszéltem, körülbelül 100 nőből és gyerekből készült emberi falat toltak maguk előtt a Hamas terroristái, hogy megakadályozzák, hogy az izraeli csapatok megközelítsék az erődnek a szívét. De az erőd elesett, fölrobbantották, beomlott az alatta levő alagútrendszer is, és a hadjárat folyik a terv szerint. Lehetett hallani azt a hírt a médiában egyébként, hogy Izrael közben jár azért, hogy Egyiptom nyissa meg ezeket a határokat, vagy nyissa meg ezt a határt, hogy a menekültek, civilek elhagyhassák a gázai övezet déli részét, ez igaz? Ez egy igen összetett kérdés. Izrael mindenképpen próbálja a nyomást csökkenteni, levenni a nyomást a gázai civil lakosságról. Tehát a leghatékonyabb fegyver Izrael ellen, ez egy politikai fegyver, ami azt állítja, hogy Izrael kreált itt egy humanitárius válságot, és ezért le kell állítani ezt az akciót. Tehát ahhoz, hogy az akció folytatódjon, mindent meg kell tennünk, hogy ne alakuljon ki egy humanitárius válság. A legegyszerűbb az lenne, hogyha a civil lakosság át tudna menekülni Egyiptomba, de itt ebben több probléma van. Az egyik probléma az, hogy maga a gázai lakosság se akar még egy ilyen kiüzetetést megélni, mint 48-ban vagy 67-ben. Tehát az ő tudatukban minden ilyen távozás az örökre szól. Tehát még soha nem tértek vissza olyan helyekre, ahonnan kénytelenek voltak elmenekülni. Ez igaz a 48-as háborúra, igaz a 67-es háborúra is, és úgy gondolják, hogy ha most elmenekülnének Egyiptomba, akkor ez lenne a harmadik ilyen menekülti fokozat, mondjuk úgy, amit át kell élniük. Tehát ez, ami a gázaiakat illeti. Ugyanakkor vannak gázaiak, és ezt el kell mondani, akik nagyon szeretnének átmenni Egyiptomba, főleg olyanokról van szó, hogy több ezer ilyen ember él Gázában, akiknek több állampolgársága van, és ezeket hosszú időn át a Hamas nem engedte át Egyiptomba, hogy egyfajta túszként tartotta őket, ilyen kettős, mindig volt 502-ös amerikai gázai állampolgárságú lakos, akiket egyszerűen nem engedett el, és az amerikai kormány ezekre, mint további túszokra tekintett. Ezzel a téren történt valami mozgás, Egyiptom a maga részéről megnyitotta a határt, és lehetővé tehát néhány száz ilyen kettős állam, vagy több állampolgárságú civil átmenjen Egyiptomba, és ugyanakkor lehetett evakuálni Egyiptomba súlyosan sebesült, vagy pontosabban orvosi ellátásra rászoruló civileket is. Tehát az egyiptomiak maguk részéről meg attól tartanak, hogy elönti őket egy menekült hullám, ami már így is épp eléggé le van terhelve az egyiptomi állam, meg az egyiptomi gazdaság, és attól tartanak, hogy a gázai terrorizmus egy ilyen serkentő, pestítőként, ilyen tonikként hatna a saját terroristaikra a sínai félszigeten. Tehát Egyiptom nagyon nem akar beengedni gázai lakosokat Egyiptomba, a gázaiak egy jelentős része szeretne kimenni, Izrael is szeretni, hogyha átmennének Egyiptomba, és avval tisztában kell lenni, és ez itt az utolsó gondolat, hogyha a gázai lakosság egy része áttelepülne mondjuk úgy Egyiptomba, egy iszonyatos hosszú távú problémát kreálna úgy Egyiptom, mint Izrael számára, és háborúba sodorhatna egymással a két országot. Ez egy történelmi mintázat, megtörtént a múltban, és megtörténhet a jövőben is. De miért? Tehát miért lenne ez egy háborús indok a jövőben? Azért lenne egy háborús indok, mert láttuk a 48-as háború óta, hogy ezek a palesztin menekültek abban a pillanatban, hogy megérkeznek egy másik országban, lehet az Egyiptom, lehet az Szíria, lehet Libanon, lehet Jordánia, onnan folyamatosan támadásokat indítanak Izrael ellen. Ilyen terrorakciókat, most ezeknek egy része a helyi hírszerző szervekkel volt koordinálva, és a helyi államok ösztönzésével történt. De van, amikor nem. Van, amikor a helyi államok pont a csendben, meg a békében lettek volna érdekeltek, és minden ilyen terrorakció, ami elindult ezeknek az államoknak a területéről, izraeli válasz
akciókat vont maga után, és állandóan fentállt az esélye annak, hogy háborúba keverednek ezek az országok Izrael ellen. Egyiptom területéről történik egy támadás Izraelre, Izrael visszavág, és akkor már két állam áll egymással háborúba. Tehát ez egy nagyon-nagyon rossz, van itt egy nagyon-nagyon rossz történelmi tapasztalat ezen a téren. Akkor ez azt jelenti, amit ön most elmondott, hogy a palesztin menekültek között kialakuló esetleg ilyen terrorcsoportok, vagy szélsőséges adott esetben akár milíciák is, ha nem a gázai övezetben élnek, akkor is Izraelt tekintik egyik fő célpontjuknak és ellenségüknek? Hogyha a Marson élnek, mint az egér a Marson rajzfilmben, akkor is Izrael tekintenék a legfőbb ellenségüknek. Ameddig Gázában élnek, megvan az előnye annak, hogy itt bilaterálisan zajlik a dolog a két állam, két entitás között. Tehát Izrael és a palesztin protoállam között folyik a háború. Abban a pillanatban, hogy ők egy másik állam területén vannak, akkor egy másik államot kevernek háborúba Izraelnek. Lásd most Libanon esete a Hizballával. Tehát ez pont ez az eset Hizballával. Hizballa háborúban áll Izraellel egy másik, egy anyaországnak a területéről, és ezt az országot is háborúba keverheti Izraellel. Na akkor van itt még egy kérdés, hogy az elején, amiket elmondott, ahhoz kapcsolódna. Említette, hogy hol zajlanak ezek a műveletek az izraeli hadsereg részéről, és említette Jabaliát, illetve azokat a menekült táborokat, amelyek ugye itt azt hiszem a város körül vannak. Na most lehetett hallani olyan híreket, miszerint egy menekült tábort bombázott le Izrael. Pontosan mi történt itt, illetve ezeket a menekült táborokat hogy kell fölfognunk egyáltalán a gázai övezetben, a gázai városok körül vannak menekült táborok, ahol palesztin menekültek vannak, vagy ez pontosan mi? Oké, hát megmondom először is, ez mi nem. Ez nem egy zánkai úttörő tábor, ahol vannak csinos kis sátrak, és olyan szép fehér kövekkel körülök, itt van egy zászló, és akkor a pajtások jönnek, megfújják a trombitát reggel, és akkor felsorakoznak meg ezek az úttörő dolgok. Tehát ez nem így néz ki egy menekültábor. Egy menekültábor gyakorlatilag egy város, vagy egy falu, vagy valami ilyesmi, és föltevődik a kérdés, hogy ha 2005 óta Gáza egy független protoállam, izraeli hadsereg nélkül és izraeli jelenlét nélkül, akkor miért menekültek a palesztinok a saját államokban? Tehát miért vannak palesztin menekültek a saját államokban? És ugyanezt el lehet mondani számos más menekült táborra, Cisziordániában is. Tehát ott, ahol van egy palesztin állam, egy palesztin autonómia, egy palesztin politikai entitás, ott miért vannak palesztin menekültek? Ezt be el tudom fogadni azt, hogy tudom, én Trianon után Erdélyből rokonaim egy része is átmenekült Magyarországra, és akkor egy pár hónapig menekültek voltak, vasúti kocsikban laktak. De könyörgöm, 70 év után már nem menekültek. Van, nagyon szép házaik vannak a Dunántúlon, meg minden, senki sem menekült közülük. Tehát, hogyha a magyarok, meg a németek, a svábok például, akiket kitelepítettek, vagy sok más, vagy a rajnai németek, akiket kitelepítettek, ők nem menekültek. Tehát nincs egy, tudom én, egy Magyarországról kitelepített sváb nyomornegyed valahol München határán, ahol ilyen menekültáborok, ilyen sikátorokban élnek a magyarországi svábok még mindig 70 évvel a kitelepítésük után. Viccesnek hangzik, ahogy mondom, igaz, mintha egy paródia lenne, de erről szól a palesztin paródia. Tehát miért van az, hogy 2005-ben megalakult ez a palesztin de facto állam, és akkor még mindig menekültáborokban laknak ott palesztinok. És a válasz erre az, hogy fenn akarják tartani az ideiglenességnek az érzetét, hogy valamikor úgyis vissza fogunk térni Izraelbe, a régi, a történelmi Palesztina területére, a palesztin mandátum területére vissza fogunk térni, és vissza fogjuk venni a házainkat erővel, meg ezek a dolgok. De közben a történelem megy tovább. Sok százmillió ember vált menekülté az első, meg a második világháború után, és ők már nem menekültek. Zsebre tették a dolgot, egy új életet kezdtek. A palesztinok nem képesek ezen túltenni magukat, és úgy az arab világ, mint a nemzetközi közösség mindent megtesz, hogy örökké ebben a menekült státuszban tartsuk őket. Beszéljünk egy picit a túszokról is. Volt egy olyan hír is, miszerint egy katonalányt sikerült az izraeli hadseregnek kimenekíteni, aki túszként volt fogva ejtve, és a gázai övezetben volt. Ez ugye egy nagy sikernek könyvelhető el, hogy ebben a nagyon bonyolult, nehéz helyzetben legalább őt ki lehetett hozni. Mi a helyzet a többiekkel? Zajlanak-e túsztárgyalások? Ha igen, ezek milyen eredményre juthatnak? Mit lehet tudni erről egyáltalán? Mindig, mikor ilyen túszforgatókönyv van, akkor két
tengely mentén halad az erőfeszítés, az egyik tengely a tárgyalások, a TUSZ tárgyalások, megpróbálni nem erőszakos eszközökkel tárgyalások keresztül elérni a TUSZ-oknak a szabadonbocsátását, és van ugyanakkor egy másik tengely, ami ezzel párhuzamosan halad, és ez a taktikai tengely, amelyik megpróbálja erőszakos katonai eszközökkel kiszabadítani őket. És a két tengely között állandóan kapcsolatok vannak, és sokszor a tárgyalásoknak a célja nem csupán az, hogy megpróbálják a TUSZ-ok elérni a TUSZ-ok szabadon bocsátását, hanem egyszerűen olyan feltételeket kreálni, amik kényelmesebbek a TUSZ szabadítók számára. Tehát a tárgyalások, ezt hívják taktikai tárgyalásnak, mikor nem azért tárgyalok, hogy kiszabadítsak valakit, hanem azért, hogy a mentést könnyebbé tegyem. Egy klasszikus példa, arra egyszer részt vettem egy ilyen TUSZ tárgyaláson, mikor 2000-es évek elején átjött Jordániából egy katona, egy szökött katona, és TUSZ-ul ejtett egy katona, azt hiszem egy katonalány volt, egy fiatal izraeli nőt, és TUSZ-ul tartotta, és az teljesen egyértelmű volt a tárgyalások során, hogy az illető nem túl stabil, és adott pillanatban kért egy koránt a TUSZ tárgyalóktól. És a taktikai parancsnok csak annyit kért, hogy a koránt úgy tegyük le, hogy ki kelljen dugnia a fejét az ajtókeret mögül, az ajtófélfa mögül, ahhoz, hogy elérje a koránt. Hát utána mi történt, azt mindenki el tudja képzelni. Hoztam még híreket az egész konfliktussal kapcsolatban, és akkor ezeket a kérdéseket tenném most föl. Nem tudom, hogy milyen pontos számok vannak, én nem találtam meg a legfrissebb számokat, hogy itt a szárazföldi offenzíva vagy bevonulás következtében az izraeli hadsereg mennyi embert vesztett el. Azt olvastam viszont, hogy voltak, akiket elvesztettek, és az egyik páncélos autójuk, vagy harckocsijuk egy pokolgépre futott. Egy lövészpáncélos. Így van, egy lövészpáncélos. Illetve azt is olvastam, hogy elhárító rakétákkal volt, amelyiket kilőtték. És ez lenne a kérdésem, hogy a Hamasznak honnan vannak ilyen páncéltörő rakétái? Mert azért ez nem egy, gondolom, egy klasszikus eszköz, ami mindenkinek van. Kezdjük az elején a dolgot a katonai áldozatok számát illetőleg. Izrael 330 körüli katonát vesztett el eddig ebben a háborúban, és 1000 fölötti civilt. Vannak igen sokan, és tovább van még körülbelül 250 TUSZ a Hamasznak a kezében, és vannak még mindig eltűntek, vagy olyan holttestek, több tucat olyan holttestek, amiket nem lehetett beazonosítani. Tehát olyan atrocitásokról volt szó, élve elégettek foglyok a TUSZ-okat tulajdonképpen még izraeli területen, és olyan súlyosan sérültek ezek a holttestek, hogy se DNS-sel, se ezekkel a fogászati módszerekkel, amikkel ezek a forenzikus eszközökkel se lehet őket beazonosítani. Tehát lehet, hogy úgy fogjuk lezárni a háborút, hogy lesz több tucat azonosítatlan holttest. Egy részük valószínűleg külföldi állampolgár, európaiak, akik jöttek erre a bulira. Tehát ez ami a számokat illeti. Ami a cárosföldi akció kezdete óta, ha jól emlékszem, 18 katona esett el a harcokban, és több ezer Hamas terroristát megöltünk. A katonáknak a nagy része ennek a lövészpáncélosnak a lövészpáncélosban pusztultak el, ha jól emlékszem, 9-en, vagy talán még többen is, mikor egy páncéltörő rakéta eltalálta ezt a lövészpáncélost. Most néhány dolog ezzel a páncélossal kapcsolatban. Ez talán a világ legjobban megvédett lövészpáncélosa az összes védelmi rendszerrel, amit el lehet képzelni. Gyakorlatilag egy tank, egy harckocsinak a testére van ráépítve ez a lövészpáncélos, ugyanakkor meg kell érteni, nincs teljes védelem. Se az acél, a páncélnak a vastagsága, se az aktív védelmi rendszerek nem tudnak tökéletes védelmet nyújtani. Háború kezdete óta úgy a Hizbala, mint a Hamas a gázai fronton, több száz ilyen páncéltörő rakétát, főleg orosz korneteket lőttek ki ránk. Ez volt az első eset, hogy egy páncélos járműt sikerült elpusztítaniuk. Látszik, ebből azt látjuk, hogy ezek a rendszerek működnek, de soha nem lesznek tökéletesek. Most, ami az utolsó kérdést illeti, hogy hogyan jutnak be ezek az eszközök Gázába, két úton, az egyik a tengeren keresztül, a másik pedig a csempészalagutakon keresztül az egyiptomi határon. Az egyiptomi határ alatt, az Egyiptom épp olyan blokkád alatt tartja Gázát, a 2006-os puccs óta, mint Izrael, és az egyiptomi határ alatt van egy egész sor ilyen csempészalagút, és azon keresztül úgy a terroristák, mind a fegyver két irányba áramlanak. És valószínűleg ezeknek az orosz kornet rakétáknak az eredete Iránból, tehát valószínűleg Iránból érkeztek Gázába.
Picit beszéljünk arról is, hogy mi történik a szárazföldi offenzíva óta Izraelben. Arra számítottak sokan, hogy ha megindul ez a szárazföldi csapat Gáza felé, akkor sokkal intenzívebb rakétatámadásokra számíthat Izrael, akár a Hizbollah részéről, vagy irányából, akár más irányokból is. Mi történt azóta, tehát ezek a várakozások beigazolódtak? Egyelőre nem. Egyelőre azt látjuk, hogy a Hizbollah igen-igen óvatosan lépked, mondjuk úgy, és föntart egy állandó nyomást Izraellel szembe, de hogy igazából nem látunk ezt az ugrást nulláról százra. Tehát, hogy teljesen átálltak volna egy intenzív, egy magas intenzitású hadviselésre Izraellel szembe. Pontosan azért, mert még emlékeznek rá 2006-ból, a legutolsó, a második libanoni háborúból, hogy mit lesznek ennek a következményei. És egyelőre azt látjuk, hogy iráni milíciák jöttek, tették át a székhelyüket Szíriából Libanonba, és ők támogatják a Hizballát, már harcérintkezésben vannak az izraeli csapatokkal. Nagyon érdekes az áthelyezése ezeknek az iráni milíciáknak a szíriai frontról, a libanoni frontra, mert ebből arra lehet következtetni, hogy a józan paraszti észsel, hogy nem akar, Szíria nem járult hozzá, hogy az ő területéről egy frontot nyissanak Izraellel szembe. Nagyon érdekes fejlemény, hogy ez így marad, de hosszú távon azt nem tudom. Egy dologra oda kell figyelni, holnap Nasrallah úr, a Hizballának a főtitkára holnap elő fog mászni, nem tudom, hány év után, jó néhány év, 2006 óta eltelt néhány év, elő fog mászni a bunkerjéből, hogy tartson egy beszédet, és valószínűleg ebben a beszédben fogja meghatározni a Hizballah cselekvéseinek az irányát. Tehát, hogy most milyen irányba mennek a dolgok. Lesz egy általános háború északon is, vagy pedig megelégszik egy ilyen szájkaratéval, és ezen az intenzitáson fog zajlani az északi fronton, ahogy most zajlik. Ez most Nasrallah múlik. Mindjárt beszélünk a többi frontról is, viszont előtte még egy pár szót arról, hogy hogyan élnek most az izraeliek. Tehát én azt hallottam, hogy sokan ugye nem tudnak még visszaállni dolgozni, nincsenek nyitva az iskolák, óvodák, tehát hogy egy ilyen bezárkózás van, picit megállt az élet, és most próbálnak egy olyan programot elindítani Izraelben, ami a hétköznapi életet valahogy megpróbálja visszahozni. Mi most a helyzet? Először is tisztában kell lenni avval, hogy evakuáltak egész közösségeket, először is a gázai frontról, 30 települést ért támadás, és ezeket falvakat, ezeket kibucokat, ezeket evakuálni kellett, és a közösségeket közösségeként evakuálták. Tehát mondjuk ilyen kibucnak a lakosságát voltak, hogy vallásos és nem vallásos közösségek is, és együtt helyezték őket el, mondjuk egy szállodában a Holtengeren. Tehát vegyünk egy konkrét példát, evakuálták a Szád kibucot, és akkor a Szád kibucnak a lakói, vallásos kibuc, most mind együtt vannak, a közösség együtt van abban a szállodában a Holtengeren, ott berendeztek a szálloda mellett, letettek ilyen hordozható épületeket, és ott berendeztek már egy iskolát a gyerekeknek, a kibuc tagok visszajárnak egyszer-kétszer egy héten a kibucba, hogy a mezőgazdasági munkákat ellássák. Van egy néhány kibuc tag ott maradt, mert teheneket el kell látni, tehát ott, ahol van tehenészet, a teheneket még Jom Kipurkor is, a legnagyobb bőjt napján is meg kell fejni háromszor egy napot, ott nincs mit tenni. Tehát ez mindent fölülír, az állatokat el kell látni, az állatállományt el kell látni, és vannak, akik ott maradtak, és vannak, akik ingáznak a hotel és a kibuc között, tehát még mindig nem lehet oda visszatérni. Ez Izrael lakosságának egy része, ezek a kitelepítettek, és öcsém is ezek közé tartozik, a testvérem is ezek közé tartozik, őt az egyik északi településről telepítették ki. Ami az ország többi részét illeti, a tanítás szünetelt az ország jelentős részén, utána újra beindították távtanulásként a Zoomon keresztül, és most már az ország szinte egész területén visszaálltak a rendes oktatásra az iskolákban, nekem is a lányaim már mind az iskolákban vannak, és a tanulásnak csak egy igen kis része folyik távtanulásként. Tehát az elv az, hogy annyi gyerek lehet az iskolában, ahány hely van az óvóhelyeken. Tehát nem lehet több gyerek, hogyha esetleg valami baj van, akkor le lehessen vinni őket az óvóhelyekre. Minden nap egy ilyen légvédelmi gyakorlattal kezdik a napot, körülbelül úgy, mint a hidegháború alatt az Egyesült Államokban, hogy mit kell tenni, hogyha jön az atomriadó. És evel telnek a hétköznapjaink, mindenütt katonákat látunk, a társadalom felfegyverezte magát, minden településen alakultak ilyen önvédelmi készültségi alakulatok, idősek, tartalékosokból, olyan vénszivarokból, mint én, akik a település védelméért felelnek, és láttam egy nagyon szomorú, nagyon megható képet most, mielőtt
visszatértem az ebédszünetemből, egy vallásos hölgyet, terhes két kisgyerekkel a karján épp elbúcsúzott a fiatal férjétől, aki már egyenruhában volt, és látszik, ment vissza a frontra, fegyverrel, teljes harci felszereléssel, és a szomorú dolog volt látni, hogy fiatal anya elbúcsúzik a fiatal férjétől, és ott maradnak a kisgyerekek, tényleg ilyen szívszaggató látvány volt, de erről szól a háború. Szívszaggató kell legyen, különben egyfajtában háborúznánk. Na, hogy akkor ígértem, a többi frontról is egy pár szót ejtsünk. A jemeni huszi lázadók közleményben adták hírül, hogy hadat üzentek Izraelnek, és drónokat fognak indítani az ország felé. Az embernek az első kérdése, hogy Jemen, és egyébként most miért, és hogy, és merre is van az a Jemen. De úgy tudom, hogy a jemeni huszi lázadók egyébként ugyanúgy iráni proxinak számítanak, mint ahogy a Hizbollah északon. És mit tapasztal Izrael egyébként ebből a had üzenetből, amelyet ők most küldtek? Ami az első kérdést illeti, hogy hol van Jemen, felszállunk a nyugatinál a hatos villamosra, és elérünk Szaúd-Arábiáig, és utána megyünk még két megálló délfelé, az ott már Jemen. Az ott már Jemen. A Jemen tulajdonképpen az arab félszigetnek a déli csücske, mondjuk úgy, vagy a déli oldala, hogyha az arab félszigetet egy ilyen trapézként képzeljük el, ez a trapéznak a déli oldala, és a Jemen uralja a Vörös-tengernek a déli kiáratát, amit Bab el-Mandebnek hívnak arabul, a könnyek kapujának, és gyakorlatilag az egész hajózás, ami Európából a Vörös-tengeren, a Szuezi csatornán keresztül átszeri az egész Vörös-tengert, és tovább megy az Indiai óceánra, az a Bab el-Mandeben megy el, és ott hajózik el Jemen partjainál. És azok a tartályhajók, amik elindulnak a Perzsa-öbölből, átkelnek a Hormuzi szoroson, követik a jemeni partokat, fölhajoznak a Bab el-Mandeben, és mennek tovább Suez felé. Tehát miről van szó? Itt a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonaláról, és ennek a kereskedelmi útvonalnak a partjait kik uralják? A kalózok, mint mindig, mint a régi kalóz filmekben. És ami a hutikat illeti, ez tévedés lenne lenézni őket. Tehát Jemen a világ egyik legszegényebb országa, ugyanakkor a hutik egy terror kormány tulajdonképpen, egy terror szervezet, aminek van egy állama, majd talán erről beszélünk egy-két szót, és ebből kifolyólag ez a világ egyik legjobban ellátott terror szervezete. Tehát egy furcsa dolog, úgy emlegetjük ezt a huszi lázadókat, mint egy terrorcsoport lenne különben, de egyébként olyan protoállam, mint Gáza. Ugyanaz a minta, amit látunk Gázában, van egy terület, egy terror szervezet átveszi az uralmat a terület fölött, és akkor gyakorlatilag ez egy állam, ami egy terror állammá válik. Az iráni támogatással igen számottevő katonai erőt építettek ki, és Izraelt már háromszor megtámadták cirkáló robotrepülőgépekkel, drónokkal, és most kilőttek egy balisztikus rakétát is Izraelre, ami egy hatalmas eszkalációt jelent, és közben ugyanezek a huthi lázadók, ezek harcban állnak Szaúd-Arábiával és az Egyesült Arab Emírségekkel is. Tehát ezek a szaúd-arábiai-izraeli közeledésnek volt némi alapja, van egy nagyon markáns közös ellenség, és amit a huszik itt tettek, ez gyakorlatilag követték azt a mintázatot, amit Izrael megalapítása óta követnek, de halál Allah nagy, halál az Egyesült Államokra, halál Izraelre, halál a zsidókra, tehát ez a jelszava ennek a mozgalomnak. Itt az érdekessége ennek az államnak, hogy a huszik tulajdonképpen egy északi jemeni törzs, akik a zaidi síta szektához tartoznak. A síták olyanok, mint az aszu, mint a tokai aszu, vannak több, van 5 puttonyos, van 7 puttonyos, és van 12 puttonyos síta, akik nagyon érdekel, majd tartok erről egy előadást, hogy mi a különbség a különféle síta aszuk között, tehát vannak különböző puttonyosok, a huthik azok az 5 puttonyos síták, az 5 imámos síták a zaidi szektához tartoznak, tehát ők eleve egy vallási kisebbség az iszlámon belül, és egy vallási kisebbség a síta táboron belül is, és egy jelentős hadipart is kifejlesztetek, helyi hadipart, amivel átalakítanak olyan eszközöket, amiket a jemeni államtól zsákmányba szereztek, és amit kapnak Irántól, és gyakorlatilag ott táboroznak az arab félszigetnek a déli csücskén, és rajta tartják a kezüket a világ egyik fő ütőerén. Hát ugye egészen messze vannak Izraeltől,
Tehát azért is mondtam az elején, hogy most akkor hogy jön ide Jemen, ugye az ember így az elején csak pislogott, amikor olvasta ezt a hírt, mert hogy itt ugye sokszor afelé viszik el ezt az egész konfliktusnak a magyarázatát, hogy itt területekről szól a vita, hogy itt két államnak kellene létrejönnie, és mivel egy állam van hivatalosan, ezért tört ki egyáltalán ez az egész háború, és akkor itt van Jemen, aki egy balisztikus rakétával bejelentkezik ebbe az egész konfliktusba, tehát hogy miről szól ez a háború? A távolság Izrael és Jemen között az 2000 kilométer, mikor tiszta a levegő. Mikor párás a levegő, akkor kicsit nagyobb a távolság. Tehát óriási távolság van a két állam között. Miről szól ez a háború? Gyakorlatilag egy civilizációs háborúról van szó. Tehát van egy civilizációs háború, először is ott van ez az iszlám rétege a háborúnak, a két civilizáció között, a judaizmus és az iszlám között. Tudom, hogy borzalmasan hangzik egyeseknek, hogy vallásháborúk vannak a világon, de ez egy sima vallásháború, és ugyanezt a vallásháborús retorikát hallottuk minap Erdoğan elnöktől is. Tehát igen, vallásháborúk vannak a világon. Az, hogy Európa ateista és nem veszik komolyan a saját vallását, az nem jelenti azt, hogy a Föld más pontjain az emberek nem veszik komolyan a vallásukat. Tehát Európa van kisebbségben ezen a téren, nem a világ többi része. A világ többi részén az emberek igen-igen komolyan veszik a saját vallásukat, esetleg hajlandók meghalni is érte. Tehát van ez a civilizációs vallási aspektusa, van egy etnikai aspektusa a háborúnak, van ez a pánarab etnikum, mivel is velük szemben állnak ezek a maroknyi zsidó, akik itt visszatértek a Közel-Keletre. Van egy helyi, mondhatnám úgy, európai fogalmak szerint egy nemzeti jelleg ennek a háborúnak, a zsidó meg a palesztin nemzeti mozgalom között, és van egy egészen tág ilyen nyugat-keleti vonatkozása is ennek a háborúnak, hogy a globális nyugat áll szembe itt a globális déllel, vagy a globális kelettel. Tehát épp ezt teszi ezt a háborút annyira megoldhatatlanná, hogy ez is kicsit olyan, mint az ukrán-orosz háború, egy ilyen matriuska baba, amiben különböző babák vannak, és nem lehet csak egyetlen egy dolgot megoldani, mert ennek a problémának több rétege van. Hosszú éveken át az elfogadott bölcsesség a nyugati véleményformálók között az volt, hogy bentről kell haladni, tehát meg kell oldani ezt az izraeli-palesztin problémát, és akkor majd az összes többi probléma is megoldódik, a tágabb problémák is megoldódnak. És talán itt volt Trump elnöknek a nagy ötlete, zseniális ötlete, hogyha több évtizeden át, ha 70 éven át nem sikerült ezt megoldani bentről kifelé, akkor talán kintről befelé kell megoldani. Talán az Izraelnek a külső alapáramokkal kéne békét kötnie, és akkor utána ez előbb-utóbb arra kényszeríteni a palesztinokat is, hogy békét kössenek is. Láttunk további békeszerződéseket, elindult egy pozitív folyamat, most ez megrekedte vele a háborúval. Hogy milyen irányba fog haladni, azt még senki nem tudja. Erre a jemeni balisztikus rakétára nyilván válaszolnia kell Izraelnek, várható-e válaszcsapás, és hogyha ez folytatódik a jemeni huszik részéről, ez a magatartás, illetve az, hogy ők eltökélték magukat, hogy akkor most hadban állnak Izraellel, akkor hogy kell ezt elképzelni, ide-oda való rakétázás, légicsapások lesznek majd láthatóak? Ez a rakétázás, a jemeniek rakétázása az minket kevésbé hat meg, mert megvannak az eszközeink, hogy megvédjük magunkat ez ellen. Tehát látok, hogy Izrael lelőtt ezt a balisztikus rakétát is. Izrael azon kevés államok közé tartozik a világon, akiknek van védelme balisztikus rakéták ellen. Ez a rendszer, amit most vásárolt meg Németország, talán 300 milliárd dollárért, vagy valamilyen hasonló összegért, Izrael történetének a legnagyobb katonai, haditechnikai, vagy fegyverkezési ügylete volt, és Németország is ezzel az eszközzel lesz felszerelve, és most sikerrel küzdötte le ezt a 20 rakétát, és ez egy üzenet Iránnak is, hogy a legjobb rakéták, amitek volt, sikerült leküzdeni. Ez nem jelenti azt, hogy a drónokkal, vagy drónok kreatív alkalmazásával nem lesznek képesek túlterhelni az izraeli légvédelmi rendszert és komoly károkat okozni. De nem ez a fő fenyegetés a huszik részéről, és nem az, hogy fölhajóznak a Vörös-tengeren és megtámadják Eilatot. A fő fenyegetés az izraeli hajózást fenyegeti. Izrael számára nagyon-nagyon fontos ez a kereskedelmi útvonal, ami az Eilati, a Vörös-tengeri kikötőből a Távol-Kelet felé halad, Korea felé, Japán felé, és a többi India felé, a többi kereskedelmi partnerünk felé, és Izrael már többször háborúba keveredett azért, mert az ellenségei megpróbálták lezárni ezeket a kijáratokat a tengerekre. Épp úgy, hogy Oroszország nem tűri el, hogy bezárják a Fekete-tengerbe, épp úgy Izrael se
tűrni el azt, hogy bezárják a Vörös-tengerbe, és elvágják a világ kereskedelmétől, de azt hiszem ez igaz bármelyik másik hatalomra is, az Egyesült Államok is elhúzná a száját, hogyha tudom én, a kínaiak elfoglalnák New Orleansot, és megpróbálnák lezárni a Mississippi kijáratát. Ez igen, igen egyértelmű. És a huszi fenyegetés az főleg erre az izraeli kereskedelmi hajózásra vonatkozik, és én azt hiszem, hogy itt fogjuk látni azt, hogy a világnak, az Egyesült Államoknak és a világnak közbe kell lépnie a hajózás szabadságának a fenntartásáért. Mert amit látni fogunk nagyon hamar, ezeket az izraeli hajókat el fogják látni amerikai, vagy panamai, vagy valamilyen más zászlókkal, és hogyha akkor is támadás éri őket, akkor az gyakorlatilag egy támadás a kereskedelmi hajózás ellen a világ minden pontján. Tehát ez egy olyan dolog lesz, ami nagyon hamar eszkalálni fogja ezt a háborút egy regionális háborúba. Ez fért ma a tűzvonalban, aki szeretne hallani Erdogan keresztes háborújának a víziójáról, illetve a soros pénzeknek, hogy hova is kerülnek, és milyen palesztin szervezetekhez jutnak ezekkel, illetve hogy hogyan állnak hozzá az LMBTQ szervezetek az izraeli háborúhoz, azaz Ösztüzet nézze meg majd péntek este. Nagyon szépen köszönöm Robert C. Kastelnek, biztonságpolitikai szakértőnek, a Neokon főmunkatársának. Viszontlátásra!